Sziasztok! A pontosabb megfogalmazás érdekében ebben a videóban felolvasni fogom az összeírt gondolataimat. A mostani videóm nem lesz hosszú, viszont ennek a pár mondatnak annál nagyobb súlya van. A héten kirobbant az úszást és az úszodát érintő botrányról szeretnék beszélni, amelybe Turi György a megkérdezésem nélkül belekeverte a nevem, amikor a 24.hu-nak adott interjút, reflektálva Cselaci által korábban elmondottakra. Szeretném, ha hallanátok az én oldalamat is. Nos, az biztos, hogy nem fogok senkire újjal mutogatni, mert az ellenségeskedés nem az én asztalom, ugyanakkor ez egy nagyon komoly dolog. Két dolgot szeretnék tisztázni. Az egyik, hogy ugyan az említett levél valóban létezik, ám Turi György egy nagyon kis szeletet idézett, pontosabban szerkesztett össze az ott abban a levélben általam leírtakból, amely ráadásul egy magánjellegű beszélgetés volt. Az ominózus levél körülményeit, tartalmát nem sokára egy hosszabb videó keretében meg fogom osztani. A másik, jóval fontosabb rész az az, hogy teljes mellszélességgel kiállok a sporttársaim és sorstársaim mellett. Azok mellett, akik már megszólaltak, és akik még megfognak. Elítélek minden nemű abúzust, uszodán belül vagy kívül, az élet minden területén. Az abuzáló edzőknek, szakembereknek nincs helye a sportban sem. A további megkereséseket kérlek mellőzzétek, addig, amíg felkészülök egy nagyobb lélegzetvételű nyilatkozatra. Köszönöm figyelmeteket!